Menjünk a faluba. Hagyjatok mindent a faszban, majd ott összeszedjük magunkat. De hogy hagyom itt a ágy, az normális? Az első ott közös ágyunk. Másik. Ja, de. Ehhez különleges testnedvek kötnek, vagy? Igen. A kért. Jézus! Jézusról felrobbant valami! Faszripet. Meg vagytok? Poli megvan. Zoli? Zoli, gyere elé. Megyek. Zoli! Csak összeszedem itt a lootot. Zoli! Mi? Itt a fekete nyúl, baszki. Merre mentetek? Hitte volna, hogy rávárunk. Tessék? Én csak virágot látok, amúgy sehol nem látok egy nőt. Gyere itt a virágok felé az emelkedőre, azt már látsz minket. Itt a csacsiknál? De mindenhol virágok felé van. Merre ment? Ja, már látlak. Oké, okay, megvagy. Itt vagyok. Amúgy van ebben a játékban sprint gomb? Hát nálam a kontroll az. Jaj, azt én is nyomkálom. Na. Tessék, Nikolettus? Nyomkáljad csak. Na nézd, és ott hót előre egyenesen, ott a falu, ott balra, meg ott van a Pillager Tower. Amit még mai napig nem tudok mi az, de nem baj. Az ilyen ellenséges szürke falusiak, akik bántanak és ípuskában jönnek rád. Akkor a csúnya bácsik. Igen, igen. Ők a popidat akarják szárazon. Ó. Oh. Már mindjárt döglök, kell kajálnom. Disznó. Kapta? Másik disznó? Hol láttál te itt falut? Csak menjél egyenesen át az erdőn. Igenis, királyné. Zár benne, Pocahontas vagyok. Pocahontas. Tadá, ott a falu. Ülni nem lát. Most csak semmit se. Itt van egy csúnya bárány. Hol láttál te itt falut? Valaki lát itt? Vigyázz! Hoha. Utolsó pillanat. Hallod, már megint egyesültünk amúgy, csak mondom. Még szép. Akarva, akaratlanul is beléd mentem. Ja, hogy ez a falu? Aha. Wow. Itt ne üssél meg embert! Ez a faszorú, ez ember? Igen. És azt mondja, hogy... Konnichiwa! Hello, bárány! Ez mit? Ez répa? Igen. Tehát cica. Cica? Igen. Oké. Okay. Ó, nekem ez kell, ezt viszem. Elloptam egy fákját, csak mondom. Jó, hát itt több mindent is elfogunk. Holly? Hello, szia. Csukd be ajtót, gyere vissza. Holly azt mondja, hülye vagy. Mit akarsz te itt tőle? Ez mi a fasz? Hello, vasgólem. Lopok itt mindent. Akkor itt a faluban meghúzhassuk magunkat éjszakára, nem? Így, így. Fú, igen jó vagyok. Háp, háp. Megütöttem egy embert! Igen, azt, aki ott van Hollynál. Holly, zárd be gyorsat. Elmondom a falunak a működését, Zoli. De véletlen volt. Az, jó, nem. Éppen loptam ki ablakot, baszki, és ott állt a csávó. Miért lopott ki az ablakot? Hát mert ablak mekkora király. De azt csak kitöröd. Ja, igen, aztán... tehát ezt nem rakod el zsebre. Ja. Az a silk touch-os, Ah, Isten. Hát de baszki, itt minden szél, Ne bonyolítsunk szét. Nem, szerintem se. Na figyelj, elmondom, az a lényeg, hogy a falukban mindig van egy vasgólem, ez egy ilyen fehér nagy geciség, itt előbb is látta valahol sétált. Na, a vasgólem az olyan, hogy ilyen elég erőszakos. Tehát, hogy ez így jön, és megbasz. Aha. És ő a falusiakat védi. Tehát, hogyha te bántod a falusit, és ezt a vasgólem hatáskörében csinálod, akkor a vasgólem megy, és addig kukiz téged, amíg tud. És akkor most a vasgólem el akar kukizni engemet? Hát, hogyha az ő hatáskörébe csináltad, akkor valószínű.
De akkor már rád ment volna. Amit meg kiszedsz ilyen izékből, ültetvényekből, azt ültesd vissza egy részét, hogy teremjen több. Mert többet veszel ki, mint amennyit vissza kell ültetni. Szóval rakjam ide vissza a ültetvénybe a krumplit? Hát egy részét. És mit tudom én, kivették 2, 6, 7, 14, 28, sokat. 27-ből. Baszom, hogy nem lehet ide fölmenni. Ki vagyok? Ott a vasgóla, ne? Csanázik jobbra-balra. Van mérgező burgonya is, abban mi a fasz van? Hát azt nem kell megenni. Ahhoz mit szólsz? Kemény. Na, burgonya, és akkor most én ide... Ó, De ne az ültetvény, Zoli. Tessék? Ne taposd össze. Összetapos. Mert hogyha, amikor ilyen... Íh! Oké, lehet, hogy rávettem a seggére én is a falusinak. De elveszte. Nem mondott rosszat. Hogy még össze is lehet taposni? Aha. Igen, ha összetaposod, akkor kell csinálni egy kapát, és föl kell kaphálni a fődet. Anyámot. Ha nem ugrálsz rajta, akkor nem fogod szétbaszni az ültetvényt amúgy. Az anyámot. Szavaztok, falusiak, hello! Nem mindenen kell ugrálni. Haha, igen. Én nem is szoktam! Baszki. Jó, ki fog. Nem én szoktam. Itt van egy cisze. Tájci. Na, tehenecske. Na, és akkor most mit csinálunk itt a faluba? Gabona kell nekünk? Persze. Lehet, hogy nem karddal kéne ezt, ugye? Meg csákányú sem úgy. Nincs, nincsen más felszerelésem. Válasszunk ki egy szimpatikus házat, ami mondjuk ott van a falu szélén. Ott azt. És akkor ezt foglaljuk be sajátunként, és kezdjük el bővíteni a túlélésig. Mit szóltok? Te... Hello! Jét! Ja, igen, bárányt meg a bocit lehet baszatni, és ahhoz szalma kell. Tehát ha most elpörgeted az inventúrit, figyelj, megmutatom. Tedd el a bizbaszt a kezedből? Hogy? Gyertek? Ja. Figyelj! Egyik boci, másik boci. Tup tup tup. És még a zene is úgy jött ki, amikor mondtad, hogy figyelj! Sőt, jött a zene, hogy... És kész a kicsi boci. Mi csináltál? Kicsi bocit? Ott a kicsi boci. Most született meg? Igen. Beszarsz. De bacsa szaporodnak. Mi csinálsz? Ha erotikusan közelednek egymás felé, akkor többen lesznek. Hát de hogyan közelítetted meg őket erotikusan? Nyomjál rá! Ne a picire nyomjál rá szalmával, az nem fogja az anyját megdugni, de... Hoppá, megütöttem. Két nagy bocinak adtam, mert akkor ők egy idő után mindig szexelődnek majd. Hát nem akar enni, hát nyomom rá a szalmát, ott baszik a fejemre. Hogy gyere, megmutatom izénál. Disznónál itt van a mezőbe két malac. Disznót is meg lehet baszatni szalmával? Nem, az répával kell. Hát én végeken végem van. Két órán játszok és mindig nincsen házam, ahol lerakhatom a fejem. Na. Figyelj. Adjál nekik répát. Hogyan csak így mutogassam neki, hogy hello, itt van? Mutogassad, ezt nyomja rájuk egyet vele. Hogy másoknak is. Nézd meg, tucurkáznak. Kész ott a kismalac. Oké. Okay. Jó van, cöci malacok, én is szeretlek titeket. Ez amúgy megy a tyúkkal is. Hagyjatok békét! Elrakod a répát, nem követ. Méhecske! Én nem ütném meg a helyedbe. Oké. Okay. Na! Akkor most már tényleg, Holly az figyeld, ő bezárkózott magának a házba, és ott van ő üveg mögött. Ó, már látom a gólemet. Az úgy néz ki, mint Terence, izébe Terence. Ja. Aha, majdnem. Nincsen fámot, csinálják még egy ágyat. Ja. Ja, hogy ez... Micsoda?
Mi a kérdés? Semmi. Látom, hogy itt már van egy ilyen leltáros láda. De nálam van egy... De berakottatok én is a ládába? El lesz a házunk? Most? Vagy mi? Igen, beszéltük, hogy ez lesz a ház. Hát igen, ezt beszéltük, mert figyeltél volna ránk, de hát... De én figyeltem, de nem hittem el, hogy el lesz a házunk. Ez a kis... Hát de ezt majd kibővítjük, Mo. Ez a kis kulipítyó. De hát én nem akarok a faluba, tudjuk, én itt a... Tudjuk, hogy te vagy szokva. Ja, bejött egy zombi! És csukta az ajtót. Édes. Jézus, atya úristen, hát így menjen ki a ember a háza elé. Ne? Az azt. Hát befeküdt egy szomszéd! Hát nyomjál rá, azt kivegy. Befeküdt egy szomszéd? Hát takarodjál innen ez a... Hát te kinyis sajtót! Na mondtam én, hogy ez így nem jó masin... Itt fekszik egy fasz köztetek! Hát hogyan feküdjek így le? Ja, akkor nem te feküdj. De nem! Hát... Ezt mondom én! Rakedjünk egy ágyra is, akkor kik... Na mit csináltok? 8 zombi van bent ágyomba! Hát ilyen nincs. Főgyújtok valakit. Na, menjél be! Jaj, Istenem! Én vagyok a húsi. Befeküdt a More a ágyomba, érted? És a Masi azt hitte, hogy én fekszek mellette. Azt mondja, ez nem te vagy? Nicolettus, mit csinálsz? Semmit. Én csak meghúzom magam csendben. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm a 100-ast még egyszer. És már meglett a 550, úgyhogy ott a plusz egy. Mi az? Jelentkezésed a játékra. De jó. Azt a lelkességet a hangnemébe. De jó. Ott kullogok valahol a végén. Hát de figyelj, egy-egyre is lehet nyerni. Ez igaz. Hugon fogja kihúzni, úgyhogy majd őt fogjátok szidni. Na. Feljött a nap újra, mit fogunk csinálni? Hát kezdj el fát szedni, hogy tudjuk építeni a szexbarlangot. Oké, várj, akkor itt a inventory-ba belerakom a cuccaimat. Azt mondja, közel hogy... két óra után. Igen, nem baj, ez most még csak a tutoriál része. Ez az előjáték. Megyek, addig szedek egy kis követ. Zoli, a burgonyát egymásba tudod tenni 64-es darabig. 64 darabig. Oké. Okay. Nicolettus, nem azt mondtad, hogy neked nincs meg a Minecraft? Hát nincs meg. De nézd, és még ő is jobban tudja. Ez az. De én még streameket sem néztem belőle. Soha. Hát és ki mondta, hogy ne? Hát velem érdekelt. Hát is... Nem gondoltam volna, hogy én fogok vele játszani valamikor. Hát most gondolod, de én szoktam keresztfiam anyjával játszani, így amikor épp a gyerek engedi, hogy Minecraftozzunk. Nekiállunk, én már ott olyan cuccokat építettem, hogy automatizált vasfarm, automatizált XP farm. Micsoda? Automata... Vasfarm? Hát olyan a... XP farm? Mert később lehet a különböző eszközünkre varázslatokat tenni, hogy mondjuk gyorsabban szedjék a dolgokat. Aha. Több minden. Tehát ugye mit tudom én, leütsz egy birkát, nem 3 gyapjútot, hanem 6-ot. Meg ilyesmilyen varázslatokat lehet csinálni, és a varázslatokhoz XP kell. Az a zöld csík, ott a szívecske, meg a csirkecomb alatt a monitorod közepén. Aha. Mindjárt visszatérünk erre. Ha kiválok ilyen fehér alakú faszfát, akkor abból az is jó fa? Nyírfa. Igen. Abból okay. Világosabb színű fa, plusz ez lesz. De azt is be tudom rakni tűznek, meg minden ilyesminek fel tudom használni. Igen, attól, hogy más színű még ég. Oké. Okay. Zoli, mondod, aztán egy nagyon fura volt. Nagyon tetszik, hogy ilyen háp-háp nyelven játszod a már. Eltörött a baltám! Csinálj másikat. Pedig most kurvára visszafogott vagyok a streamben, mert itt van 3 nő, és amúgy... Ha néznétek a streamemet, akkor én totál nem ilyen vagyok, úgyhogy most kurva visszafogott vagyok, csak mondom. Nyugodjál meg.
Vissza kell mennem a házunkba, tudja csinálni fejszécskét? Igen, hogyha nincsen állat crafting table. Hát... Éppen van egy. Baszki. De hogy hogyan került hozzám egy ilyen, nem tudom. Hát mondjuk kivágtad az enyémet, mikor ott hagytalak. Az lehet. Hello, bárány. Mi van veled? Dír, kaptad. Amúgy nincsen kövem. Baszki, hát már rég kőizékkel kellene futkároznom. Most miért nem látok fejszét? Jó, hogy ez kell még több ilyen lófasz doboz. Kikészülök? Ugyan kérlek, ez még nem az a rész. Üzzünk meg a mehecke. Fabalta. Na, például ahhoz, hogy mészt szedjünk majd később, meg a méhecskéket el tudjuk vinni saját üvegháznak, ahhoz varázsolnunk kell egy olyat, hogy gyengéd érintés. Azoszt igen, tetszik amúgy nekem ez a gyengéd érintés. Jól hangzik. Na, ugyanúgy rárakom baltára, ért. Jó. Na, eddig annyit csináltam most ezen a napon, hogy kraftoltam egy fejszét, meg egy izét. Valamit. Holly, veled mi a helyzet? Én szedtem egy csomó fát. És miért némítod le magad mindig amúgy? Mert mondta, hogy köhög. Hát de ennyire? Folyamatosan? Na. Én is szedtem a kurva sok fát szerintem. Aztán nem tudom, hogy mire lesz elég. Most éppen a győzike fákat szedem. Zebrasíkos. A zebrasíkos fát. Síkos fát. Síkos. El kéne menni ilyen követ nyomatni, nem? Meg ilyesmiket, hogy az is legyen, hogy itt erősebb cuccaim legyenek. Lehet, nem mondok hülyeséget. Jó, az ott kő, nem? Na, megyek. Igen, jó vagyok. Jöjj! Jézusom. Pali, jól vagy? Jó lesz, mi a fene volt? Hát a sziszegő elvtárs. Felrobbantatok? Jaj, kicsit itt beledurrant a szexlag bejáratába. Micsoda, diorit? Az mi a fasz? Az egy kőfajta. De akkor az jó kő, nem? Építkezni ugyanúgy lehet vele. Na, ezt akartam megtudni. Azt te tudod, kő vagy nem kő? Azt írja Petya. Most a chat tiszta visszafogott. Mert akik szoktak írkodni, azokkal most beszélgetek. Milyen fura. Most koncentrálok a házbővítésre. És amúgy, hogyha egyszer megint lesz olyan elmebaszott gondolatunk, hogy fogunk játszani, akkor ezt ugyanígy... Jézus, hogy itt egy robbanós! Akkor ugyanúgy fogunk tudni játszani ugyaninnen? Persze. Nagyon, nagyon szexuális. Már hogyha én jövök, mert ugye ez az én, hogy hívják, omról van indítva is. Ja, szóval neked mindenképpen kell jönned, hogy ezt még tudjuk nyomatni. Igen. Vagy új világot kell kezdeni. Értem. Na, szóval, Zoli, te merre jársz és adsz nekem követ? Persze, én elmegyek bányászni, érted, és aztán izé, ja. Hazamegyek és csak így nyújtsak a kezüket, hogy haló? Hát nyilván, ez így szokott lenni. Jövök már.
Jövök, már úton vagyok. Lehet, el kéne venni a kávét csinálni amúgy. Oda nézd, kettő jány egymás mellett itt ás, gyönyörűen építkeznek, amíg a férfi elment követ bányászni. Nagyon jó. Igen, most hozott Hóli is követ. Azt adta épp oda. Akkor adjak követ, vagy ne adjak? Tedd be ide a ládába. Ott is van egy láda, meg itt a sarokban is van válasz. Hű, hát hon... Ja, igen. Zúzott kő. Na várjál, én csinálom magamnak ezért. Elmegy bányászni, és csinálom magamnak más felszereléseket. Ebből a dioritból lófaszt nem tudok csinálni amúgy. Így van. Hát azt mondtad, tudok. Hát építkezni tudsz belőle, kraftolni, nem? Yeah. Add vissza az úzott köve. Maximum ilyen kiszolt diorit és ennyi. Ja, de hát az van. Mi? Baszke, kibasztatok velem. Az úzott kőből se lehet csinálni semmit? Na, vándorkereskedő. Haló? Az úzott kőből lehet csinálni a izékat. Az alapvető cuccaid, az hogyha van nálad fa, meg bot, meg mit tudom én, akkor tudsz belőle dolgokat. Ugye, kő... Aha! Na várja! Jött kard, meg társai. Tölgy gomb. Az nem kell neked. Nem. Várja. Várja, mert én most teljesen össze vagyok keveredve. Kellett csinálni a botot. Igen, ez nem volt. Itt voltak a problémák, hogy nem volt nálam bot. Igen. Na. Igen, jó. Most már tudok csinálni kardocskát. Kardocska. Így, és meg kell nekem kőbalta. Így, ennyi. Oké, ezeket ide bepasszom. Menjen a közösbe. Amire hazaérek, addigra lesz kaja? Most sül. Hát de már sötét van. De mindjárt kész, amint két kemencébe éppen sül. Miért mész el sötétbe? Itt horral. Elnézést, jövök vissza. Holy Sphere ágyában alszik. Gyere az ágyba. Én amúgy nem vagyok éhes. Most amúgy izé lesz? Leszbiskedés? Csak kérdem. Na, tessék. Én leszek középet, jó? Köszi. Ő milyen szépen aludtam az egy kenyérre a kezembe. Jézusom, hogy erre kell fölkelni, baszki! Hogy itt van egy égő zombi ágyomba. Na. Oda néz, milyen mikrohullámos időt raktak ide föl. Ja, meg amúgy például a répát, azt meg tudod enni. Igen. Vártok, wow. itt ma van nyílveszőcske, és oda néz. Jó, de tik már itten profik vagytok, tik már inventory szerint már itten szét vannak rakva, hogy kaja, meg izé, meg minden szar, érted? Az évek meg a rutin. Tehát az. Engem meg itt behítok pojátszáskodni itten. Te vállaltad? Nem, amúgy élvezem, attól függetlenül, mert kurva jó. Ja, jó. Na, most mit csináljuk amúgy? Te ültettél itt fák? Én? Szerintem eljutott... Vannak ilyen babafák. Szerintem eljutottam volna odáig, hogy én ültessek fát. Én ültettem, mert nem tudtam velük mit csinálni. Na, látod? Ja. Megvan a bűnös. Na. Hát nem gond, csak nem tudtam, hogy ki volt az. Akkor megyek én. Bocs, majd megmertem kérdezni. Baszki, hát nem vettem csákját magamnak a kibaszott életbe. Csákja? Ezt nem hiszem el. Csákány. Akkor azt. És amúgy nem akar valaki ide lépcsőt csinálni, mert mindig fel kell ugranom. Mindjárt csinálok? A ágyomba. A ágyomba. Csak így szimplán. Érted, Matinak kell építkeznie, míg a Zoli csak ugrál körülötte.
én még fedezem föl még mindig a világot. Amire én leszerkeztek egy csákányt, addigra sötét van. Most mindent beraktam a ládába, a kibaszott életbe. Kell nekem az úzott kő. Van botom. Micsoda, Petya? De csak így szimplán már régen játszottam már a játékkal. Egyél? Nikolettusz, hova tűntél? Beír a csetre, hogy egyél. Miért van nálam egy kibaszott csibe? Nem feltétlen biztos, hogy tudom erre a kérdésre a választ. Na, én meg sziklát szedni. A sziklát szedni. Azt hittem más lesz ebből, én megyek. Hatásszünet. Hova szeretnél menni, Zoli? El. Hát ahhoz még dolgozni kell. Áp-áp! Na jó, van, én itt meg bányászni magamnak, majd jövök este lányok. Helyes. Végre csinál valamit. Na, arbeid, arbeid. Vigyázz, Zoli, az shoulder, az leesik. Mit csinálsz? Ezt hogy mondjam el neked? Leesik, nem tudsz jobbat mondani. Az a lényeg, hogyha az mellett közvetlenül, vagy valahol ott alatta ütsz egyet, akkor ez elkezd lezuhanni. Tehát ez nem marad ott a levegőben, mint egy átlagos blokk. Tehát ez nem tudod, hogy alatta kiütöd, hanem mert az leesik. Aha, és az úgy megüt. Ha rád esik, úgy megüt. Aha, értem. Igen. Agyon, basz. De ezért ne ás magad fölött? Hát ez úgy kiesik először, érte? Én csinálok kemény lépcsőt. Felfele bányálsz? Persze. Lefele? De kéne nekem villany. De Zoli, lefele vannak az ércek. Igen? Hú, ne bonyolítsd, ne bonyolítsd! Szaj. Hát de kell akarod csinálni fényt. Hőd van, hőd. Szaleg. Hol mentél a lukba? Tessék? Én vagy mellettem, de a luk rossz oldalán van. A luk rossz oldalán vagyok, baszki, oké? Okay? Basszus. Masi, hoztál nekem ide lámpát? Kérlek szépen. Igen, azért jövök, te! Te látod, milyen jó asszony? Gondol rám, hogy itt a sötétbe bányászik a csávó, érted? Igen, mert úgy van, hogy a Minecraft, hogy bizonyos mennyiségű fény hiányában elkezdenek spónolni az ellenséges mobok. Igen. Tehát ha most sokat lesz ott a sötétbe, akkor meg fog téged kukkerolni valaki. De te hogyan mentél be a falba? Hát én itt jöttem le egy másik lukon. Hát akkor tényleg a rossz lukba mentél be. Hol vagy, hogy ugorjak a nyakadra? Most éppen csinálom a lyukat. Ja, hello. Ja. Na, hol a fény? Milyen szép virágmintás ruhád van. De, tudom, sukár vagyok az a néni. Gyere, menjünk egy kicsit oda följebb, és ott ássunk. Ott jobb lesz, ott hát lesz van. Szén. Hát akkor őket csináltam ide magamnak. De ott lesz szén, a szénből meg lesz fákja, a fákjából lesz fény, a fényben nem jön meg a gonosz. Oké, meggyőztél amúgy. Köszönöm. Érdemes ott felkelni. Mondjuk. Most kérek valamit. Most az a lyuk, amit én csináltam ott a hegyoldalba, az miért nem volt jó? Most ugye ide csinálunk egy lyukat. Ez tiszta ugyanolyan lyuk, mint amit én csináltam. Nem, mert ez egy picivel följebb van egy részről, más részről, meg ez hegyoldalban. De Nikolettusz azt mondta, hogy menjek lefelé. De... A nőkkel nem akkor már könyörgöm. Hát nem is lehet, mert egyik ezt mondja, a másik azt mondja, arra vagytok, mint a főnökök. Ah, is egyszer... Egyik ügresre nem hallgatsz, nézd meg, itt a szén! Látod, itt a szén! Látod a szenet? Nem. Szedd a szenet! Szedd össze magad! Hát de ilyen szart ott is szedtem össze, haló. Te nem szedtél. Showdert szedtél, nem szenet. Hát fogadjunk, hogy szedtem össze szenet.
Nem szedték. Akkor kovakő volt az. Igen, a kovakő az kiesik, de az csak arra jó, hogy pattintós követ csinálja. Mi csinál a kő? Pattog? Ha minek? Tudod, azzal csináltak régen tüzet. Abban az időben, amikor még nem volt öngyújtó. Hát, nem tudom. Pattogós kőről én nem hallottam. Valaki magyarázza el neki felvidéki nyelven? Hagyjuk, inkább hagyjuk. Értem én, hogy összecsihúták a kettő lófasz, de hát ez... Csihúta! Azaz, össze volt csihúva. Így van. Tik csihultátok össze? Azaz, kettőt összecsihúltat, hello. Na, az ott megint sok darab, hogy elnézett. Hát most már látom én is, mert van fény. Wow. És tudod, hogy köfényet csinálni? Hát nem, mert hogyan szedted elő ezt is amúgy. Te belerakod a falba, ja... Oh. Wow. Csinálsz nagyon... botot. Van botod? Van botja. Van botom, igen. Na, a botot meg a szenet összekraftolod, ez meg a kurva asztalban, és ott a fákja. Wow. Egyszer bot, és fölé a szél. Felé, nem alá, felé. Mi van? Felé. Jézusom, még ez is számít, hogy most fönte van a bot, vagy igen. Nem? Igen. De oldalt ott van a képe neki, hogyha arra rákattintasz, akkor nem kell berakósgatni egyesével a négyzetekbe, hanem csak rákattintasz, azt lehúzod, shift-tel a rákattintot. Oké, asszony, menjél haza, csinálj a vacsorát, én itt bányászok. Ezerből, hogy meg fog dögleni, mert elsik valami. Biztos, hogy meg fog. És ez az érted is, amikor tudod, így elfordulnak emberek. Hallod? Ez amúgy egy akkora fasz, érted? Zoli, mi mondjuk előtted amúgy? Azt nem kell elfordulni. De most olyan volt, tudod, így Masi elment, és akkor így elkezdte, hallod? Úgy is megdügyül a köcsög. Hülye köcsög. Nem mondtam, hogy hülye vagy. Jó, már picit el kell túlozni, tudod. Itt ne. Mit csinálj? Ideg állapotban jövök. Na, akkor most hova menjek lefelé? Se egyenesen be a hegybe. De legalább 3 magas, 2 széles legyen. Van a külsákány. Megbizergálja a izémat. OCD-mat. Esküszöm, rendben is elfáradok a munkába, baszki. Nagyon helyes. Jaj! Úgy érzem, Minecraftból egy külön montázs lesz. Megérni. Voltak itt jó pillanatok már. De hogy ezt vissza kell nézni még egyszer. Várjunk ide. De basszunk egy fákját, gyönyörűen. Meg kell találni itt a minek van, mi a faszom vetőmag? Ha mi a fasznak van nálam vetőmag, geci? Hol vessek? Találtam csepp. Találtam rezet! Nézd, ez egy kurva jó rész. Mi a faszom csinálunk a rezekkel? Elmünk a piacra, eladjuk, vagy mi? Hát nyilván. Ez miért drága kilóra. Nicolettus, itat? Igen. Találtam csöppkövet, találtam rezet, meg egy akkora tetves nagy barlangot, hogy hú. Iszok én is, Lili. Jó, ez nem egy hülye ötlet. Most éppen... el kell mennem a rézért. Poli, szerintem látlak itt a barlang túloldalában. Na, én 3 méter széles lyukat csinálok csak a kedvedért, és egyenesen megyek. Az 3 blokk széles, csak szól. Találtam... találtam ilyen zöld-piros valamit. Mi ez? Az a rész. Kurva jó vagyok. Eladjuk. Fú, de jó! Szia, Holly! Itt szembe fönt! Hello! Amúgy azt mondjuk, amúgy eljátnének meglátogatni engem így a munkába, tudod? Mint úgy igaz? Hallod, most küldtél hazafőzni, hallgassál el a száddal! Oh. Jézusom, Hollyt megölték! Na várj, nekem innom kell. Még jó. Oké. Tudom. Értem aggódni, persze. Ja, itt fog a faluba újra életni, úgyhogy... Én úgy csináltam, amikor bányáztam, mindig jobb oldalra raktam a fákját, úgy nagyjából tudtam tájékozódni. Amúgy igen, mi is úgy szoktuk. Jobb oldalra rakni a fákját. De mivel most még csak így egyenesen bányászik, még kitalál belőle. Hájom, én nem mentem el a messze.
De Zoli, egyébként nem lenne hülyeség lerakni azt a fákját, hogy egyébként. Hát már raktam le. Hát most minden egy méterre rakja a fákját. Hát mikor nem látsz például. Én még látok, no stressz. Jó, de a stream lehet, hogy nem. Az a lényeg, hogy én lássok, nem? True. Ja, nézd meg, csak a panaszkodás. Lesz a fákja. Meg majd nézzünk téged, mert te ki vagy világítva, jó? Az. Ennyi? Én itt fénylek. Karácsonyfa. Nincsen csákányom, kérek csákány, izé. Utánpótlás. Masi, mi történt? Jézus Atya Úristen, kell mennem temetésre. Nincs öltönyöm, kihíztam a öltönyöm. Amúgy, izé... Éjszaka van, úgyhogy kéne aludni. Ki tudtak jönni? Éjszaka van? Igen. Hú, én itt totál elvesztettem időérzékemet. Akkor haza kéne mennem? Igen, megyek, hírtam. Jézusom, tényleg éjszaka van? Én nézem a kemencébe, hogy a nők raktak egy kaját. Masi Manu ágyába alszik, minnyi ott vagyok. Drágáim, láttam, hogy hol éppen beért. Remélem a közepső helyet, mert oda néz, milyen lépcsőt csináltok. Dupla ajtóért, na ezt szeretném látni, amikor hazajövök el élő világba is, hogy egy kettő nő vár engem így ágyba, kifeküdve. Jaj. Na, hello. Hazajössz egy kis fenyővel a kezembe. Jó reggelt ahhoz kívánok. Ahhoz kell dolgoznod, hogy ezt látni, ami? Hát az biztos. Kéne csákányt csinálnom kurvára. Sokat. Én most úgy döntöttem, hogy én nagy bányász leszek amúgy. Na gyere, hozzak én olyan bányába, meg kukusz. Meg kukusz? Várjál, inventory. Jézusom, az inventory tele van. Ha a házból kijössz, induljál el hót egyenesen. És akkor ott van egy kis emelkedő, azon óvatosan gyere át. Lesznek itt dolgok. Én? Aha. Ha akarsz bányászni, mert itt lehet. Hát én már elkezdtem ott a bányámat, érted? Nekem azt folytatnom kell. De itt meg van egy kézbánya. Nézd. Itt már csak az érceket kell kiszedni. Stay alive. Na vártok. Hogy a picsába csinálok egy inventory sládát vele? A kurva mennyi inventory sláda van itt. Oké, nem szóltam semmit. Ne, itt... Darab. Nem, itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hova rakjuk a nyersanyagot? A rezet meg ilyen fasságokat? Melyikbe? A dobozba. A jobb oldali lesz a én ládám, csak mondom. Szalmabála, hát mi a fasz kezdjek? Szalmabálát le tudod bontani szénára, vagy mi az? Valamire le tudod bontani, aztán az jó. Búzára, amiből tud kenyeret csinálni. Így van. Pontosan wow. Ezt mondtam én is, csak nem túl értelmesen. Meg fogok halni. Nem. És a ilyen régi csákányokat, amik már szarsé érnek, azokkal mit csináljuk? Habár... Ha használod addig, amíg el nem törik, ha meg fából van, akkor tedd be a kemencébe, az gyújtsad fel a rákba. Az igen. Na. Kell nekem. De miért csinálok ilyen szart? Hát biztos benne itt van a zsábú benne. Nincs. És nincs. Akkor csinálok. Na, kell nekem. Anyád, botocska. Ebből a botból én mindig kifogyok. Hát csinálj sokat. Jó. És akkor... Soha nincs nálam az, ami kéne.
Na merre menjek? Full egyenesen? Itt vagyok a lukból, megmutatom a kacsokat. Látsz engem? Itt vagyok. Aha. Hát te mi ez a fekete zordó? Az egy ló. Az egy ló? Hát már... mik vannak ott a falba. Jézusom, de ez itt nagyon lyukas. Meg akarsz engem ölni? Nézd meg is, ott néz a sarokba. Te normális vagy? Hát megyek vissza a lyukamba. Hát Holly ott lent van. Hát de ő Holly. Érted? Itt le tudsz így csámpázni. Jézusom. Hát az, mert ezt akarják, hogy meghalljak. Én most itt vissza... mondjuk ne nyomd a sprintet, mondjuk, ez sokat segít. Én már most nem fogok visszatalálni, csak mondom. Oké, bányászunk, mint a kurva élet. És de még mindig nincsen saját házunk, szóval semmi kulipintyónk nem lesz a stream végre. Van kulipintyónk, hiszen... Hát de azt, hogy milyen kulipintyó, hát nekem üzé kell. Hotel. Lakosztályakkal, mindennel. Jól van, szerez vasat előbb. Annyit, hogy lehessen full cuccot építeni. Tele lesz minden már. Ide hallottam, hogy eltört valamit. Eltörött ez a szar! Ja, meg egy jó tipp, ezt elfelejtettem mondani. Ha nyomod a... Igen. Control feletti gomb, Swiftet. Igen. És így szépen kimész valaminek a szélére, akkor nem sétálsz le róla a halálodba. Hogyha meg akarod nézni, valami milyen mély. Legalábbis nem olyan könnyen. Aha, maradjunk ennyiben. Aha, értem. Jézusom, Holly, te igen a mélybe vagy. Az már olyan szinteken van, mint amikor a Gandalf megállította azt a szörnyet. Hogy itt úgy se jössz át. Az már Mordor seggébe vagy lent. A példa az itt kedvemre volt. Ne lődözzél már, hát turistát vezetek körbe, te bakparaszt. Turistát? Kinek jön a turista? Mi történik? Bántsad a férfit! Én egy kis ártatlan nő vagyok. Jézusom, de félelmetes ez a lyuk! Vasi, amúgy emetni egy horror filmben azért karakternek, baszki. Esküszöm, hogy így bányázgatok magamnak, érted? És meglátok így egy félszemű rózsaszín... Jézusom, kilő! Hát kiló! Hát te ilyen... Hallod, buzi? Ne buziskodjál! Vagy. Négy férfi, védj meg. Megvédtelek. És mi ez a kék szar? Ez víz. Szerintem előbb hal meg ő szóval. Mi ez a kék szar? Ez víz? Oké. Okay. Azt hittem már ez is valami anyag, érted? És óvatosan ássál magad alá. Lehet szakadék? Beszakadol. Amúgy mennyi ilyen izé kell nekünk ilyen nyers részben? Sok? A rész nem nagyon kell, amúgy vas kéne. Tíz percre vártam ezt a poént. Oh, de jó eset. Tetszett neki, és ezért ütötte azt. Hello, Mr. Boszorkány! Akkor utazza! Gyere ide! Akkor ne gyere ide! És hogy néz ki a vas? Csak úgy kérdem. Hát ilyen szürke és rózsaszín. Au. Ilyen nyers csirke színe van a sziklában. Aha. Kezdj le valahol befele ácsni. Vasi, visszajössz az utcaidén, vagy állophatom? Lopjál, de megyek vissza amúgy. Nem azt adek én magamnak.
Hát mi a faszom ez a lila szemű izérik és Morty? Ne nézz a szemébe! Ne nézz a szemébe! Ne nézzek a szemébe! Ahol ne, a pop pop! Pop pop! Ki ez Itachi Uchiha vagy? Ki a faszom? Az egy ember. Hello, Holly! Na, az az Enderman, az három magas, és ő is megkukiz. És nem szereti, hogy rám. Ha szemébe nézel, akkor megy, és akkor adja befele. Igen, és akkor addig kerget, ameddig meg nem csinál. Milyen Enderman? Aha. Ez a neve, Enderman. Endermanok. Az igen. Itt aztán mennek a dolgok. És ne is üsd meg lehetőleg. Ja, mert ugyanúgy megtámad. Annyi, hogy a vizet nem komálja. Tehát, hogyha ha nagyon beszopod, akkor próbálj vízbe állni. Az a persze, hogy nem tudja. Hol van a víz? Szerinted ki tudom ásni magam a lagútból, hogyha elindulok fölfelé? Nem. Miért? Amikor a Mátrid van valami olyan balásról bele, ami rád zuhan. Kurva jól néz ki, hogy én telefúrhatsz, vagy shoulder esik rád. Így van. Látom, most csak nincs rám semmi, hogy kiszedjem. Látom, még több vasat. Magma blokk! Mindjárt lesz fény. Hát túl keményen értél földet most itt. Ezt mondom én. Amúgy gyere ki a lukból, mert sötétedik. Ha a cuccaimat fűzetted, akkor meg végképp. Ez van, amikor egy kemény dologba ugrasz bele. De én már igen Szerinted én most innen ki fogok tudni menni a lyukból úgy, hogy én ezt túléljem. Úgy, amúgy nem tudom, Nikoletus, hogy nézted, tehát hogy legalább a hegy felé kezdett el ásni, hogy a világ végtelenségig ásson fölfele. Egy random helyen elkezdett felfele ásni. Ne kérdez. Jó, ez zseniális. Higgyetek bennem. Jó lesz. Jó, de éjszaka van és aludni kéne. Akkor éljetek túl. Azért ennyire naivak nem vagyunk. Kivaszott nyílvessző. Hát én innen most ki nem megyek. Csak mondom. Én itt megcsinálom a 200-os utamot. És ilyenkor, amikor a föld alatt vagyok, nem lássátok a nevemet, hogy jó felé megyek? Vagy valamit? Hát csak egy bizonyos távolságból látunk csak, és most éppen a kurva lesz, hogy... Gyere van szólva. Ügyes, megindult kifele. Próbálkozik. Megindultam, de hát itten vaszkit. Pedig ma jó lyukat csináltam. És most mi lesz avval a lyukkal? Hát majd visszamész a főkerté. Például. Itt már mennek a nagy harcok. Hagyjátok békén a nőket, haló? Most már itthon megvárlak. Jó, most már én is megdöglök. Legalább hamar hazaérsz. Lehet, hogy gyorsabb lett volna, hogyha rögtön az elején meghalt. Így bízom. Nézd meg, mit csinálnak. Én egy Survivor vagyok! Hol a kiárat? Baszki. Szopott ki a picsámat. Hol a házunk? És
Segítség! Eltévedtem, hol a házunk? Ó, látom. És akkor jobbra, ott arra. Arra. Gyertek ki elé, mert nem tudom melyik a házunk. Összes ugyanúgy, jama látom. Pá. És otthon is vagyok, és a lányok várnak. Hello, szia! Hát első hiszem, hogy túlétem! Hú. Ne aggódj, mi sem hisszük el. Na, akkor ezt a rezet, ezt fölöslegesen szedtem, azt mondjátok. Uh-huh. Kösz. Pakolj ki az inventoridból, hogyha visszamész bányászni, akkor legyen helyed. Na, akkor én ide berakok mindent. Kivéve a fákját, kaját, meg a haszoneszközöket. Amúgy, ha rákattintasz az adott cuccra, miközben nyomod a shiftet, akkor átdobja automatikusan, nem kell egy egérre áthúzigálni. Jókor szólsz, köszi. Mit, ha már mondtam volna egy fél órája? Igen? Nem hallottam. Igen. Elnézést. Ma voltál biztos. Én annyi csákán csináltam. Jó, a húsikat azt de meghagyom. Miért nem használod el őket, amíg el nem törnek? Majd mindjárt. Megyek vissza. Szén. Nyers csirkehús. Kardocskát, ha visszük, vagy hagyjuk. Na. Tenet vigyet, hogy tudjál fákért csinálni, mert sötét lesz. Mit vigyek? Tenet. Szenet viszek. Na jó, van, mondjátok. Botocskát. Botocska, igen. Aja meg a cuccak, amivel dolgozok. Meg vagyok. Ó, kaptam sütti. De akkor már itt csinálok magamnak izét. Pákját, baszk. De én kaptam sütit. Sütit? Mit kaptál, sütit? Uh-huh. Igen, mert hogy... Amúgy ma van az 5. évfordulóm a férjemmel, és én itt. Ja, akkor gratulálok. Ja. És van süti, és most egy szerencsétlen nem hagyom békén normálisan játszani a barátaival, mert itt üvöltözök egy streamben, miközben Minecraftozni tanítok valaki. Sütét legalább addig kúsba leszek talán. Na, hova menjek most amúgy? Haló? Menjek vissza abba a lyukba? Hepe. De azt hittem, hogy merre volt ez a lyuk. Már hol a házunk? Ez az? Ez nem az. Ez valami jacuzzi. Holly meg kertészkedik, én beszarok amúgy. Végem van. Kérgetsz, Holly, hogy ne halljunk éhen a rákba, mondjuk? Jó, akkor erre megyek. Erre volt a lyuk egyenesen, nem? Át a dombocskán és balra. De amúgy Zoli, erre is tudtam jönni, mert itt direkt van egy hely kialakítva amúgy. Ott van egy lejáró. Igen, erre. Azt a kurva, hát itt már most elszédültem, hogy lenéztem. És ott csak simán egyenes ellemész, és rögtön ott kötsz ki egyébként. Oké, köszi, megyek. Most egy kis süti érse már. Na. Hát, hol ide, te ástál le, vagy ez ki volt alakítva ez a hely lefelé? Hát én ástam ki egyértelműen. Anyám. Egyértelműen, érted? Na jó, akkor én tágítom a lyukadot lefelé. Halló? Halló? Habár nem tudom, hogy beszéltek ilyeneket most lányok között. Na. Itt lehet, hogy nem jó szinteket csinálok itt, bocsi. Itt igazán csinálhatnánk valami mozgó lépcsőt, baszki.
Hagyjad már ezt a pacsálkányt. Mit csinálsz? A pacsálkányt, azt hagyjad. Hát azt mondta Masi, hogy izé. Azt el kell tüzelni a picsába, azt mondta. Igen, a kőcsálkányt mondtam, hogy az... az... Jó, ez hát ezt elütöm. Nem pazarunk. Van valók, amit csak el kell fogadni. Ez pont egy ilyen dolog. Már rá kéne jönnöm, hogy melyik blokkot ütöm ki, hogy jó legyen. Törjél már szét! Fú, találtam valami pirosat, ez mi a fasz? Redstone talált? Nem, sima földe. Ja? De mit keres lent ilyen lenti föld, baszki? Sima föld. Itt már mindenhol izének kell lennie, aranynak. Masi, veled meg mi történik, ha állandóan meghalsz? Nem segítesz semmit, aztán hagyod, hogy itt meghalljak. Hát de most... Érted? Ha most. Na de akkor most mi a célunk amúgy? De most ezt nem értem. Hát girl, végül is most vas. Jó, de honnan... Vas az... Hát bányászni kell vasat. Azért, mert a vasból tudunk páncélzatot, és sokkal tartósabb felszerelést. Kal gondol a mosógép is tovább él, értem. Ding-ding! Semmi szponzoráció. Pedig vannak itt emberek. Nem mernek így. Haló, chat! Haló, chat, nagyon csönd van. Gyerünk, nem, buli van! Fúj, rossz! Nem, fúj! Mi van? Mi rossz, a fúj? Davaj! Davaj! Fuck you! Itt az előbb volt vas. Hufu. De hol találtok tik vast? Én már lejöttem a poklok faszába, bazd meg, és semmi nincs. Látod egyáltalán? Mit látok? Hát ez a kérdés, hogy látsz-e egyáltalán? Tehát, hogy úgy... Persze, hogy látok. Semmit nem lát, semmit. Te hogy nem látok? Hát nem lehet minden méterre fákját rakni, baszki, hát ez nem izé. Na most komolyan? Most érdemes nekem itt minél lejjebb menni? Én megint találtam vasat. De hogy a faszomba? Nézek és lát. Wow, sőt, még egy vas. Ja, ez Oli, nem szoktál te elég mélyre hatolni. Bassza. Hé, hey, és ez a piros cucc, ez mi? Ah, az a redstone. És ez jó? Aha. Ember, mínusz 8-as szinten vagy? Az jó? Margit. Az jó, igen. Csak nem tudom, hogy izével kőcsákányra nem lehet kiütni, ugye? Ki lehet? Hát kiütöttem valamit most. Hát jó, hogy kiütött, csak nem kapod nem, meg. Nem kapod meg, jó. Ne basszál föl! Úgyhogy ezt hagyjad ott. Here is Johnny! Szavasz, Mark! Van? Hello, szia! Akkor mi a következő csákány szint, amit tudok csinálni? Mi a vas csákány? Vas! Jaj, csuklani kéne. Kurvára kéne nekem az a vas csákány amúgy. Igen. Ha eljössz ide velem, akkor ketten kiszedjük. Oh. Egyedül nem tudom, mert... Ketten kiszedjük, ma ott is vagyok. Jó, a bányácska várjál meg amúgy. Amúgy... nem tudom. 2 óra 35 perc alatt már ilyen 5 bányát elkezdtem csinálni. Még egyiket sem fejeztem be.
Ja, hát itt nem is tudod, ez nem olyan játék. Visszajöttem a szerelő, már hívott, hogy 4:30 itt lesz, már 5:30 van, még nincs itt. Van neki 2 ügyfele, akiket elrendezett előttem, vagy mindig rendez. Hozza nekem az új SSD-t. Én még autószerelőre asszociáltam. Szia, Masi! Hello, drágám. Most csak elszívdülök, mire itt felugrálok. Na. Na, figyelj. Jaj. Megyek. Várj, bele kell raknom a lábikómat a vízbe, mert elfáradt. Most már tudod, hogy ez víz? Igen. Na, mit látunk itt? Ez itt vasaminász. Ez-e? Ez a barna szar. Ez a... Zombi! Au. Kidobott valami kaszt. Összeszarta magát, mikor így megöltem, baszki. Na és miért nem tudod ezt egyedül kiszedni, babám? Azért, mert folyton megtámadnak. Ja, és ezt olyan nehéz kiütni. Nem. Baszki! Nem, csak folyton megtámadtak, aztán jobb, ha többen vagyunk. Nyers vas. Te leszel a nagy és erős férfi, tudod. Oké. Okay. Benne vagyok. Aztán elmegyünk erre, mert erre is volt még vas. Meg itt van, ó, itt van szén. Leengedtem a vizet. Leengedtem a vizet, mint a fürdőkádból érted. Nem csipom a fürdőkádat. Nem csíped a fürdőkádat? Holia ágyában alszik, érted? Ennyi. Visszajöttek aludni, vagy hogy legyen? Mink itt dolgozunk. Várj, mert itt elindítottam itt a Dunát, és nem tudok visszamenni. Nem the space-t. Mindjárt iszok, Márk, egy pillanat. Masi, gyere, megyünk haza. Köszönöm. De most merre van a haza? Arra. Kövessük a fákjákat? Nyilván. Nyilván? Ott van egy épített lépcső. Hát, hogy ez így... Apuval építettétek? Ja, hogy ez lépcső? Ja, hát ez a lyukam. Vagyis félig a holi lyuka. Ilyenkor te is ugrálsz, mint a hülye? Persze. Mert ilyenkor nem látom, hogy ugrálsz. Ide kell csinálni néhány lépcsőt, és olyan lejutás lesz, hogy bum! Hello, holi. Hello, Holly! Hú, nincs oda lépcsők vannak itt, hanem. Na figyeljétek, srácok, hogyan várnak a nők otthon? Ez a legnagyobb stíl. Nézd meg. Bejön a férfi úr, becsukja a ajtót maga után, és nézd meg. Holly és Pasi ágyba fekszik, én meg középre bemegyek, és lehet kavargatni. Na, nem lehet valahogy lepauzolni a játékot? Lágyok. Nem maradhatsz a házba, akkor nem lesz bajod. Hát de így nem tudok dolgozni. Oropat hús, ez nagyon jó. 2 nyers vasam van. Ebbe a sütőbe. Oké. Okay. Betettem. Betettem csak egy kávét, mindjárt jövök, jó? Egy pinny alatt. Thank you.
Nem ijedtem meg, de úgyis... Tényleg? Na, ezt majd vissza fog kelleni hallgatnom, hogy hogyan beszéltetek ki, amúgy csak mondom. Meg se szólaltunk. Konkrétan! De mindegy. Az durva. És hogy nevet, nézd meg! Hogy nevet! Hát jobban bőrgött, mint amennyit mi beszéltünk. Na, megyek vissza a bányába. Nézd meg a lukadat, tettem be neked lépcsőt, te. Nagyon jó, nagyon szexuális vagy, köszönöm szépen. Hát ott Zoli, mikor oda volt egy konkrét lépcsőt épített a beszarok lukadba. Amúgy. És egész végig megcsinálod a lépcsőt? Majdnem. Na, milyen a lukad? Na, nagyon szexuális. De aztán már innen problémák vannak amúgy. Csináljuk annak lépcső. Minecraft Zoli módra.exe. Azaz. Mint amit a szerelő ismerős mesélt, keresztapám kollégája, csávó, rendszergazda a szerelő. Aztán a keresztfater újraindítja a szerelő, kitépi a kábelt, aztán visszadugja. Na, volt egy vírus a gépen. GX-e néven a szerelőes jelenséget a csávó elnevezte Gergely-X-ének. Ezek ilyen informatikus viccek. Találtam vasat. Vagy mi a fasz? Ez vas, nem? Nicolettus, erősíts meg. Igen vas. Hú, hát igen, jó vagyok. Ügyes vagy. Tanulok amúgy. Miért akar bemenni a disznó a házba? Hát, mert ő egy disznó, érted? Azt, hogy disznóval. Zoli nem takarított ki. Mert mondtam, hogy egy kulipintyót meg egy hotelt kell csinálni, és bent élünk hárban egy kétszer kettő méteres szobába, érted? Hát legalább muszáj összebújni, nem egy örülnék. Semmit nem tudsz itt értékelni. Hát összebújhatunk mink egy hotelbe is. De majd hotelbe. Már mint a nagyságra gondolok, érted? Aha, szóval dagadtak vagyunk. Érdekes. Nem a személyre gondoltam, hanem a ház méretére. Jó kifogás. Inkább szedem a vasat. Hey. Jobban jársz! Disznóolat építeni? De hogy is a malackák el vannak kint, így a szabadba. Hát majd lesz disznóol is, meg ilyenek, amikor elkezdjük őket tenyészteni. Halljátok? El fogjuk kezdeni tenyészteni a disznókat? Közös életünk lesz. Fű, én leástom valami nagyon brutális helyre, amúgy csak mondom. Igen, látom, hogy te már egy ízé mély palába, meg ilyenekbe közlekedsz, ami egyetre halálfelesleges, már sokkal kevesebb az érc, mint az ilyen, mit tudom én, 40-es szinten. Milyen 40-es szinten? A koordinátaid, bal oldalt van az igen? A három számocska. De most csak mínusz 14-ben vagyok. Na, a mínusz 14 az a magassága a blokk szintnek. És ilyen 30-40 környékén van a legtöbb érc. Pluszon? Igen. Ja. De ezt mindig akkor közzétek velem, amikor már ezébe vagyok a poklokba lent. Kérdezted? Ja, bocsi. Fullos nőürülöm van, Mark. Fullos. Szétszednek a nők. Ha bár Holly nem sokszor szólal meg, szóval most Masi a domináns. Jézusom, magam rengettem a Dunát! Vagy ne ás magad fölé. Holly, te itthon vagy? Raktam ki két táblát, azt nézd már meg. Azt mondja, itthon vagy. Várj, hol? Bassza meg, pedig itt vannak a piros cuccok. Szerintem tökéletes lesz, már Zolira úgyse számíthatunk ilyen téren, majd mi. Mármint, és hogy... ez a másik? Milyen téren? Milyen téren nem számíthatsz rá? Tökéletes. Jézusom. Zoli, szerintem ideje hazamenni. Már megint miért menjek haza? Most kezdtem dolgozni csak. Márki csókolgat téteket, lányok. Köszönjük a lányok a csókokat, azt a kurva a láva belefolyik a vízbe, és így lesz a... faszom tudja milyen érc. Obszidén. Oda le kéne menni, nem?
Miért akarsz lemenni a lávához? Aha. Van vödröd? Micsodám? Vödör? Igen, a lávát, a vizet, a tehintejét ki tudod mérni vödörbe. A láva álló vödör? Jajá. Az igen. Az azt igen, ne csináljad, baszkikám. Zoli, Daddy. Mit klippelték ki, Mark? Nem is történt semmi vicces. Daddy. Daddy cool. Daddy. Daddy cool. Várj, kéne rak... Amúgy ennek kéne a theme songodnak lennie, tehát... Ne! Ne bánts a testem! Á. Jézus, milyen hangokat ne adjatok ki! És akkor buli van, gyerünk! Na, hol tartunk? Amúgy sötét van már? A fejekben. Azt ugye a fejek. Pa-p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 a. Úgy tudod, merre vagy? Én? Aha. Persze, hogy. Költői kérdés volt, ugye? Össze-vissza ásol. Aha, amúgy igen. Te hogy össze-vissza át, hallod, olyan, olyan komplex logika van a fejem, hogy ás tudod képzelni. Ha. Itt talál... Ás, víz, megfordul, 90 fok. Ás, tovább. Én mindent tudok, figyelj. Itt találtam a vasat, érted? Itt engedtem ki a Dunát. Erre megyünk haza, itt van a fölfelé vezető. Szóval itt találtam a vasat, és itt elindultam erre most. Lehet, hogy itt lesz megint. Szóval ez totálisan tudom, hogy hol vagyok. Fú, képben van a csávó, he! Fullos! Bedurantotta 5 kávét? Jack Daniel ezt elő? Nekem a 5 kávé az a sima rutin naponta. Ha nem láttok semmit, kiabáljatok, srácok. Mert el vagyok a sötétben is. Kéne csinálni egy vasfarmat. Tudjátok, mit kell csinálni? Egy házat. Én akár, hogyha láttam valakit játszani, valami Survivor game-et, az volt a első nekik, hogy házat csináltak. Mi állít meg téged ebbe? Hát tik! Ti! Tik! Tik! De milyen reflexzerű az állaka! Tik! Érted? Egy pillanatnyi kétség nem volt benne. Hát hiába. Azt mondtátok, hogy takarodjál a bányába dolgozni, és mentem. Aha. Tehát valaki keresse ki, klipelje ki, mert ez így el nem hangzott szangból. Főleg nem a Holy Ebo. Hát, ez is tuti. Mi lenne, hogyha elindulnánk haza, és akkor nekiállnánk szépen most már házat építeni. Most már van olyan anyag, mert itt már... Holy Sphere ágyában alszik. Minden anyag van. Na, nagyon jó. És itt van az a piros cucc amúgy, amit nem tudunk kibányászni. Szadjad ott. De most már van vasad, kiégeted a vasad, csinálsz szépen, csákány. Nagyon szexuális. És Masi, nem csináltam ennek minden a lépcsőket, érted? Oh, ma. Mekkora számok pörögnek itt? In the wonderful, wonderful day. Jó lenne mondjuk hallani. Amúgy igen. Amúgy ott lent nincs lépcső, de majd itt fent próbálsz ki. Hogyha nem hallod? Hogyha nem halljátok?
Hát... Mi hogy? Discordon hogy lenne hangja? Hát nézni kell a streamet! Ja, és nézze. Akkor háromszor halljalak vissza. Így van! Néman, táncik! Gyere, zombi! Gyere föl, és olvasd el a táblákat! Oké. Okay. Ott van egy, meg itt van a falon még egy. Igenis, köszönöm. Hölgyeim. Szexuális! Oh, nice! Wonderful, wonderful day! Nagyon jó, szexuális örömök háza, ez tetszik, nagyon jó. Baszlak. Oké, okay. Ennyi? Egyelőre ennyi. Na vártok, ti ki, de már csináltok, ilyen kis terasz van itt hátul, amúgy csak így mondom. Minden. Ez az, amíg itt a férfi dolgozik a bányában, addig itt a házat építik a nők, nagyon jó. Menjél, mert ott van a creeper. Megyek már. És akkor, legyünk tánc. Nem alszik táncolni. Szóval én rád várok a hölgye. De úgy beraknád a kamerát így a középső ágyra és úgy táncolnál, érted? Az még valami lenne. Megcsinálja a csávó, nézzétek, nem szorozik. Már kijebb kell mennem, hogy lássuk a neveiteket így. Itt vannak asszonyaim, jó napot kívánok! És itt van, itt helyezkedik el Masi! És itt helyezkedik el Holly! Arra! És középet! A Sexterminátor! És még Nicolettus még itt van a fülembe, mint egy kis ördög. Zoli, középpen. Még mit mondtam? Nem középpen. De én felvidéki vagyok. Érted? Felvidéki! Nem akarsz aludni most már amúgy? De megyek már csicsikálni, nyugi meg! Eléggé fekvőbe magadnak! Há... Várjál, mert itten... Ojjaj! Pereg a vas! Pereg a vas! Hoppá! Na na di ba di da di da ba di da 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 ba di ba di da di da ba di da 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 ba di ba di da 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 di da di da. Hoppá! Mit adtál nekem? Beletoltam az arcodba a tojásomat. Az igen jó. Na, berakom a nyers vasat, kiveszem a vasrudat helyette, rakom be szenet is, ha legyen. Hátra kell benne leszem. Fát rakjak, ne szenet? Ne szenet, mert a szenet azt nehezebben találunk, mint fát. Ja, de akkor az... Így megkörülük van itt a Hello Head. Ja, de akkor az megy sima fára is? Szerintem minden éghető. Csak erősen kömeggyújtani. Mit csinálni? Erősen kell meggyújtani? Oda vasz? Nem jó voltam. Bára. Na és akkor hogyan csináltam magamnak a vaskardocskát meg ilyeneket? Hát fogod a vasat, meg a botocskát, és ugyanúgy, mint eddig! Jó, már tudom, meg vagyok. Na. Amúgy csajok. Tehát, hogy itt... Folyton meghal szerencsétlen, pedig békésre állítottam a lehézségi szintet. Ki? Én? Meg ilyenek? Egyszer nem haltam meg a játékban, mi beszélsz? Hagyjad már magad. Mi lesz vele, hogyha elvisszük a Netherbe? Állandóan az van kiírva a bal sarokban, hogy Masi meghal. Soha nem volt meg ilyen. A sárkány volt. Micsoda? Milyen sárkány? Targaryen? Vagy mi van? Mélyre kell. Na várj, csinálunk üzét, vasbaltát is. Az is legyen. Csinálunk vaskardocskát is, csinálnék, de nem tudok. Nincsen vasrudam. De milyen tábolom a kezedbe, haló? Elégetted a szex táblát? Mit csináltál? Szexuális örömök háza, baszlak. Tessék, erre a táblára tudsz írni. Tábla? Hol?
Már nem tudsz, csak ha leveszed és újra fölrakod. Na várjál, mert itt én most nagy izébe vagyok. Szerkesztésbe. Wow. Fizettek úgy a kertet, hogy nem ültetett vissza vele. Morena! Na mi nincsen? Tessék? Mit hallgatsz? Ilyen 80-as, 90-es évek zenéjét, kurva jó! Túl fiatal vagyok ezekhez. Jó, de hát a daddy. Azaz. Daddy. Ez kötelező. Daddy. Lehet, hogy még jó, addig... Hát az olyan, mint a Korda Gyuri bácsi reptere, tehát hogy kortalan. Az lófasz. Az a szám csak föl lett hype-úva amúgy, de szerintem szar. Na. Azt mondja, akkor legyen nálunk sült husi, cseppkőblokk. Ide bebaszom a szenet is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Bulizik, értitek a stream? Mi meg itt vagyunk Neymar kúspa. Hát, akkor beszéljetek. Attól még mi bulizhatunk a streambe! Én nem tárgyalok önnel. Nekem egy kérdésem, van még süti? Jézusom, most nézem, hogy itt megy. Vajon Zoli meghal-e MC-ben 60 percen belül? Igen. Most nézem, mert amúgy át volt rakva a YouTube-ra nekem itt a izék, videók. Semmi gond. Ez milyen csinos vagyok, Zoli. Azaz, szavazzatok. Jézus, Atya, Úr, Isten! Hát, hogy nézel ki, te nő? Hát ezt úgy hívják, hogy vaspáncélzat. Vaspáncélzat? Miért a vas lady? Iron lady? Iron, yeah. Én is akarok olyat csinálni, hogy csinálta olyat? Hát vasból. Vasbú? Hát ehhez nagyon sok vaskű. Így van. Hiányzik még 1, 2, 3, 4. Nagyon sok vaskű. Mit nevetel? Sírjak? Szígyel rá magad, hogy ki nevetel. Nincs kedve. Ott a vas a hegy oldalba. És sehol nincs berakva egy... Nézd meg. Ha mondom, kilopok egyet a ládábú, de még ott sincs. Na, én nem megyek a piros cuccomért amúgy. Találtam smaragdot. Neked nagyon jó. Smaragd volt annál az egyik legritkább érző játékban. Megkérhetlek rá. Mire akarsz nem. Megkérni, Mark? Vagy kit akarsz megkérni, vagy olyan? Nagyon jó. Nicolettust akartam volna megkérni, hogy értékelje ki majd. Nicolettus, értékelj. Már nem tudom értékelni, mert én is szavaztam. Ja. Bocsánat. Fű, felszedtem ilyen 6 darab, ilyen izé, piros követ, mi a faszt. Az jó, redstone jó. Automatizált farmokhoz jó lesz az. Jó, van, akkor viszem haza. Ih! És akkor mindenki? Nem szavazottam úgy, vagy ki szavazott? Hát még jó sokáig tart ez a szavazás, nem? Na 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 ni na 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 ni na 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 na. Oh. Be my lover. Na 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 na. Ez egy oldal. Én most bizakodó vagyok ebben a piros szarban, hogy itt találtam, mondom, itt elmegyek, körbenézek, jobbra-balra, mindenhova. Ki indította? Mark indította? Aha. De szavazom. Gyerünk, mehet a szavazást. Én nem halok meg. Aha.
Hát persze. Na 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 ni na 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 na. Mondd ezt, majd már rás. Na na ni na. Jó, hogyha meghalok, srácok, akkor iszok egy Jack Daniels-t. Jól kezdődik. Legyen. Múltkor is sikeres volt. Léci, jöjjön meg. Legyen. Ugye megyek, kiások alóla valamit. Legyen tét, szóval meghalok, akkor iszok egy Jack Daniels-t. Éppen kialakítom magának egy külön házat, elszeparálva a lányoktól, hogy a magányos időszakjaimban idejövök jobb kezezni. Magányos időszakjaimban. Tehát, hogy érted, ez nem örülne, hogy végre egyszer nem egy, hanem egyből kettő csaj van a társaságban. Elvonulok a faszomba. Hát de, most érted, jobbról, balról, és még a válladról is hallasz egy nőt egész nap, azért néha picit kell a magány. Picit, néha picit kell a magány. Jó, nem folytatom a gondolatot. És csinálunk ide ilyen izét, ilyen... Ilyen... Nem tudok ide rakni. Hangulatvilágítás csinálunk ide, körbe. Totálisan. Ez a Zoli kuckója lesz. Így. Oda néz. Ide fogok elvonulni és... Nyomatom a recskát! Ez jól kivilágított. Látni is akarod? És akkor én mondja neki, recská Zoltán. Pa-p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 a. Ájjájj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 
itt találtam, ez micsoda? Ez láva? Folyik és világít? Hát, de foly... Igen. Ez folyik. Igen. Hát folyna. Ja, igen, folyik. Na, Masi, hozd ide a vödörödet. Nincs vödröm. Hogy lehet az? Hát, honnan volna? Hogyan lehet vödre valakinek? Vasbú csinálsz. Vasbú? A bú. Kavasbú. Csötétedik magad a kizdelem. Pofa be. Jaa, végre valaki! Pa-p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 a
Megmondtam a nevem, nem szőke. Elbetűzem? Ez szőke-e? Pali. Igen. Kurva, hogy ez a film. Pusztít. Tehát, hogy az rendes fizikai fájdalmakat kiváltós. Az. Pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa. Ez Zolinak való. Aztán már tényleg kéne valami cél találni magunknak. Vagy nektek van? Mi van? A lávába, bele ne menj a lávába, hallod? Hallod, én igen jó vagyok. Nem mentem bele. De ha fázol, megpróbálhatod. I got a feeling. Te tudod egyébként állítani a forrását. Igen. Igen, el kell dugaszolni neki a tövét. Jó Hol... helyre kell dugni. Holi már megint alszik, hát beszarok. Hát igen, mert éjszaka van. Amúgy egyszerűbb lenne, hogyha vinnél magaddal egy ágyat. De most én totál nem tudom, hol vagyok amúgy. Ez a baj. Hát azért kéne ágyat vinni. Ez mi a faszom, amiből csöpög egy valami genny? Az, ott fent víz van, azt ne üsd ki ott a fenti blokkot. Aha, oké. Okay. De most arra hajtasz, hogy túlélje vagy, hogy meghalljam. Ja, baszki. Ja, baszki, nekem nem sem szabad meghalnom. Oké. Okay. Ez sima főde. Sima főde, hagyjad. Nem főde. Nem tudom, hol vagyok amúgy. Pont szar felemény. Másik irány. Én tudom, hogy nem innen jöttem, de azt hittem, hogy valahogy kikeveredek hozzájuk, nem? Nem. Fú, hát én most innen visszamenni. Szerinted elindulsz a másik irányba, hova fogsz kikeveredni? Segítség! Ja. Jó feleségek, módjára itthon vagyunk a baszlakban. Várj, még bányászok egy vasat azért, ezt itt hagytam. Most nézzétek a streamet, hogy milyen messze vagyok a kurva életbe? Ja, van baj. Nekem mondod? Nem, a szomszédnak. Már nem jut ki élve. Hogy nem jut ki élve?
Hát ki tudja. Itt hogyan jöttem át amúgy? Hű, itt van valami izé. Vagy fönt? Nem itt jöttél át szerintem. De, itt. Slime-ot is találtál, de cuki. Az mi? Az a? Az a pici csattogós zöld trutyi. És az micsoda? Hagyjad ott. Miért? Mert meg fogsz halni. De nyugodtan. Próbálod megvédeni, és időről időre rájössz, hogy igazából nem érdekel. Na, ez a én jobb kéz lakom, látod? Ezt a sok fényt? Gyere, de csattog a slime, aztán lesz majd csattogás. Na, de elcsattogom én itten. Mint villámláskor. Na. Öcsém, kitaláltam, el sem hiszem. Azt én sem. Megyek már. Most legközelebb, hogyha miért lakul, vigyél magad a lágyat. Lehetőleg. Oké. Okay. Vagy ne. Vagy ne? Vagy ne? Én már nem tudom. Most még mindig nem csináltad ide nekem lépcsőt, bassza meg. Edd ki. Jé, nekem még itt a kávé, mondani. Nekem meg nincs. Hogy lehet az, Nikolettus? Hát ez az. De nekem van süti. Még mindig. Milyen süti? Van bueno szelet. Meg van egy olyan, amilyen áfonya zselé van a tetején, és ilyen sült túrok. Jézusom, mi történt itt? Hát akárhányszor bejövök, más a házunk. Jó, holnap sütök sütit. Azt mondja, nem pihenhetek, mert szörnyek vannak a közelbe. Az gond. Megvan. Pa-pa-pa-ra, pa-pa-pa-pa-pa-ra. Na, lányok, Jézusom, oda nézé, alakul ez a kulipintyó. Ide kéne üveget baszarintani. Hozzá homokot. Homokot? Honnan szopjak homokot? Nem feltétlenül válaszolnak erre a kérdésre, köszönöm. Vigyél magaddal ágyat. Mehetem rossz ötben. Nem ütött ki. Rossz. Ott a dobozban, a sarokban van ágy. Ágyacska, melyik sarokban? Nem abban. Baszki. Az összes ládát végig nézi. Hát nem. De nem mutattál meg, hogy melyik. Megvan. Mindig egy elodébb kölött volna rakni, tudod. És akkor jön a számunk. Gyerünk, ti kértétek. Nem, azt mondtam, hogy ti. Di da 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 da. Hogy ellopta? Hogy ellopta a vasat? Igen, mert ezt én szedtem ki, Genyó, ne edd már meg az én vasamat. Hát de én is beleraktam a sajátomat. Haló. Da da di da 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 da. Szavasz, Michael, hello, szia, hello. Hello, hello. Hello. Na, komolyan gyermek, tudod, légy szíves. Azt ki nem bírom, kurva jó. Na jó, van, sülavas. Ez a mondat fura. Éppen sülavas, Holly addig izé csinálja itt a kulipintyót, én meg tovább ásni. Na várják, én nekem kell valami felszerelés, nem csak úgy vagyok ám. De hol a másik kemencénk? Csinálj egyet, annyi kő van nálad, mint a rossebb. 9 darab kőből van egy. Hát de mennyi kemencénk volt itt, fejé? Úgy is kell, mert vagy 2 tucatnyi, hogyha végre egyszer beindul a termelés. A termelése? És azt, hogy a ficsába csinál a kemencét? Várj. Rogyjak meg, azért. Eljutunk valahova ezzel a
hogy hívják ezzel a szerverre, meg kilépünk, áthívlak arra, amin ott vagyunk a barátos némmel. Vagy rosszul leszem, jól. Na jó, van zöld szemű. Hogyan csinálok ládát? Vagy izét? Kemencét? Oda mész a crafting tébűhöz. Ja, az kell. Jó, én meg a inventory-ba nyomkáltam. Semmi baj. Oké, most már megy. Kidobó. Kidobó? Az mi a fasz az? Kemence. Itt a vödör. Itt a vödör. Hát viszek magammal a vödröt. Én fölültem a csacsira. És mennyi, a vödörbe mennyi lávát hozhatok amúgy? Egy blokkot. Lerakom már a kemencét. Gyere! Meg itt ülök egy csacsit. Jó, ide bebaszom a izét, a vasamot. Az anyámot, így. Hogyan kell begyújtani? Ez csak szénnel lehet begyújtani ezt a kemencét először? Nem, bármivel, ami éhez. Hát de beleraktam a fát és semmi. Hát mert nincs fölötte valami. Hát ott a vasam. Ja, azt nem oda kell. Kész vasat hova égeted még? Ja, az a kész vas. Anyámot. Fű. Jézusom, bejött egy égő zombi, segítség! Az erős férfi. A baszlak. Ezt kurva jól elneveztétek. Szexuális örömök háza. Tűnt a vas innen. Ja, én vettem ki. Hova raktam a sok vasamat? Valóban elraktam. Amit be akartam égetni. Azért csináltam kemencét, basszus. Hülye vagyok. Hogy azt mondom, összeset beraktam volna? Ha jó van akkor. Iránytű az jó valamire? Most még nem. Come on! Na hogyan fogok így meghalni? Totálisan vas felszerelésem van, csak mondom. Mindjárt jövök, melegítek vacsorát, meg csinálok kávét. Rendben, Nicolettus. Hallod, úgy nézek ki, mint egy igazi idióta. Tan-tan, tan-tan. Erre a kijelentésemre nagyon csömbbe voltatok amúgy. Nagyon... Nem akartunk megerősíteni benne, Jami? Ja, oké. Kapta. Kapta, halt. Na, én megyek tovább a bányába, lányok. Nagyon helyes. Lerakom ott a ágyamot, úgyhogy már magatok alusztok ott. Legalább 6 pontot veszik. Azt a kurva életre. Ez már nekem fájt, érted? Nem kell fákat gyújtani, égsz a magadtól. Én olyan mélyen vagyok, hogy már izébe vagyok, Japánba. Japánba. Konnichiwa. Pá, 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 rá, rá, rá. És itt a én szex területembe itt berakom. Amúgy, ha valaki akar, meglátogathat amúgy itt magányos éjszakákon. De ágyat hozzon magával. Tonight. Pá, pá, rá, rá, rá. Pá, pá, pá. Nagyon szexuálisan itten újjászületési pontot is kiraktam. Na! Akkor most megyünk a lávából. Wow. Ja, van cseppkövünk, tudsz csinálni kis egyszerű lávafarmot, ha akarsz majd.
Mit kell nyomni, hogy itten Láó menjen a vödörbe? Ödjet rá kell kattintanod. Csapni vagy jobb ki? Jobb egérre. De nyomom, na semmi. Azért, mert nem a folyását kell, hanem az eredetét. A komolyan? Igen, mert ahol folyása van, ott nem tölt ki egy egész blokkot. Klassz, csak az eredete egy egész blokk. Oké, akkor megyek fölfelé. Oké, megvan. Annyi, hogyha eltűnik a lába, akkor utána sötét lesz. Csak hogy tudj róla. Nagyon szexuális. És a lábával mit tudunk csinálni? Valami jó szexuálisat? Hát alapvetően nagyon jó arra, hogy égessük a kemencébe a cuccokat. Tehát, hogyha nagy mennyiséget kell égetni, aha, akkor azt egy vödör lávával nagyon jó megcsinálni. A kínára. Na várj, és én ebben most elapasztottam a lávát, és így teljesen el fog tűnni. Igen. Wow. Wow! Oda néz, geci! Nagyon jó. Na, amúgy itt alapvetően itt nem találtam fa se erre. És ha visszamegyek ide a szexbarlangomba. Itt a ágyikom. És itt a víz felé, tudj, találtunk egy utat. Itt is van láva. Pára, pá, 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 pára. Hello. Jajajajajaj. Mi van, chat? Nagyon csönd van. Itt vannak a nők. Lehetne kérdezni minden ilyen szexuális dolgokról beszélni, senki nem akar érted. Ez az, amikor csak kirogatva vagyok. Ez az. Kell keveset használod azt a szavat, most hogy szex. 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 Élőben jobban hangzik, mint leírva. Tonight. Pá, 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 pá. És amúgy ti most mit csináltok, amíg én itten baszom a falat? Én eljöttem közben fát vágni, fölfedeztem egy barlangfürdőt, ott kiszedtem a vasat meg a szenet. Hát ez úgy produktív nap. Én csinálom a házat. Igen, 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 Holly, azt láttam, hogy te ezért kemény benyomod a házat. Mindig akár házszor hazamegyek, valami új van. Amúgy viszek haza, most homokot tudunk csinálni ablakot, ha gondolod, Holly. Honnan szedtél homokot amúgy? Hát eljöttem kalandozni és találtam. Kalandozni? Hát a kalandozásokból én nem szoktam találni ilyet. Mert még a dinnyét sem tudtam. Mert ő se meg különben. Hát ez az. Jézusom, mekkora szám szól! Szóval, Holly, viszek. Bam 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 a lambada! Ó, értem én, ne aggódj. Sor a muzikán. Bam 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 bam. Sor a muzikán. Na 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 na. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Na dobjuk magunkat viszintesbe. Mentek csicsikálni? Aha. Kalandozásokból neked milyen tapasztalataid vannak, Zoli? Kaptak. Kit baszunk meg, vagy olyan? Már megbasztam. Elekésték. Egy pitpok menet volt. Masi Manu az ágyában alszik. A hajnal ugráshoz minden játékosnak az ágyában kell aludnia. Hát most mire gondolsz, Nicolettus? Milyen kalandozásaimra? Így a Minecraftban vagy a való életben? És ismét nem is tudom, kire várunk. Megyek. Azért jössz, vagy vittél ágyat? Itt a ágyikom. Pá-pá-pára. Költői kérdés? Hát... Minecraft kalandozásaim során az a bajom, hogy nem találok mindig olyan dolgokat, amire azt mondanám, hogy megéri. Azt mondtad soha, igen. A valódi kalandozásaimat hát meg annyira nem akarom itt elmesélni nektek most.
Csapassátok a zenét, srácok, ti ki is basszátok otthon! Én megpingelem, hogy ide spawnoljak, ha megdeglek. Tudom, hogy egy faló faszra ütöm a falat, de ennek is el kell törnie. Nem érdekel. Nagyon helyes. Ezt már szeretem. Így van. A sárga ágyat te vetted föl? Lehet, hogy beszívtam. Aha. Sorry. Mit szívtál be? Itt a sarokkemencében van a üvegkészű, jó? Ja. Hű, találtam vasat, megérte. Oké. A jó kis vas, potyogj rám! Olyan, Zoli, át fogsz jönni arra a másik szerverre, kíváncsi vagyok, hogy ott ahhoz a szexbarlanghoz mit fogsz szólni. Figyeljetek! Piros meg fekete. Most, hogy bevezettetek engem itt a Minecraft világába, itt nekünk... Ezt ki kell maxolni ezt a játék, és olyan szexbarlangot kell csinálnunk nekünk, hogy vége van. Ilyen nappal ezt fogjuk játszani. Amúgy nem. Milyen helyzet, Michael? Milyen volt a foci meccs? Mesélj! Nyert a ifjú, Michael? Somebody! Maradandó sérülés szenvedtem. Már milyen téren? Hallás. Hallási. Hoppávas! Hello! Nagyon jó. Itt el vannak rejtve ezek a gyönyörűségek. Na, megért a máma fölkelni, oda nézdé. Mindenhol vas van. Ahol a szem ellát. Mindjárt vége van a szavazásnak, srácok, hogy meg-e halok. Mennyien szavaztatok? Nem látom. Szerintem nem sokan. Get the fee! Okay. Somebody! I gotta feel you now! Totál nem szisztematikusan haladok ebbe a játékba, én mit mindent ütök. Úgy mondod, mintha ez meglepő lenne. Hogy ez mi? Hogy mi? Hogy mi? Pá, oda nézd a vas! Hát végem van. Ez produktív. Na, elég vasat összeszedsz, még a végén nekiállhatunk vasfarmat építeni. Na, rendesen úgy érzem, hogy fontos ember lettem itt ebben a játékban. Én megtaláltam az óceánt. A kurva, hogy megijedtem! Holikám, de mi a fasz csinálsz? Még stream közben, itt vagy a streamben, baszki, még ilyenkor is azért nyomod? Backstreet Boys? Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi. A mai 800 csíredet is, Holi. Eltörött a cuccom. Holi? Igen? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nézd, ezek a cuki hangok, te. Nagyon szívesen. A kis huncut. Hogy néz ki a kulipintyó? Már nem voltam két éjszaka otthon. Két éjszaka távol vagyok a lányoktól, ki lesznek éhezve, amire hazaérek, csak mondom. Totálisan. Szét fognak szedni.
5 szavazat érkezett, 3 igen, 2 nem. Oké, okay, köszi Petya. Amúgy komolyan megtetszett nekem ez a Minecraft. Igaz, hogy semmire nem jutott, abár azért jutottunk valamire, nem mondom, hogy nem. Nem, hát még nagyon csak az elejét karcolgatjuk azért, ennek van egy nagyon összetett részleget. Tehát az a piros kő, amit kiszedtél, az a redstone, aha, az például ilyen effektív, ilyen elektromos összeköttetések létrehozására alkalmas. Ez egy jó összetett mondat, igen. Fasságot mondtam? Legalább? Nem, jó. Hú, mennyi vasat találtam, te. Gyerünk, hallgatlak most így tovább. És ugye aznak a segítségével, meg úgy amúgy is, ugye a különböző mechanikák összességéből lehet csinálni automatizált farmokat bizonyos alapanyagokhoz. Ugye, wow. Ha van elég cuccunk, akkor ha, ugye lehet vasfarmot, amit mondtam nekem, az az első, amit mindig próbálok építeni, ha túlélőbe játszok. Nyers vas, igen. Az úgy keresztül, hogy van az a vasgólem a faluba. Uh-huh. Ugye az a játék mechanikája a vasgólemnek, hogy ha érzékeli, hogy X mennyiségű falusi, tehát az a faszorúak vannak egy helyen, és veszélyt éreznek, akkor leszpannol egy vasgólem. Aha. És vasgólemet, hogyha szétvered, abból kapsz vasat. Ja. Nyilván. És gondolom, elég sokat kell ütni a vasgólemet. Igen. Meg hát ő egy popomból megöl téged. Ja. Maximum kettő. Az úgy érdekes. Még akkor is, hogyha páncélod van amúgy. Igen. Ő elég bika. Na és ő neki például van rengeteg milliárdféle verzió fönt interneten, hogy hogyan lehet különbözőféle vasfarmokat építeni. Na most én a legegyszerűbbet szoktam, hogy így építek egy gödröt, aminek a legaljára rakok be falusiakat, a fölé sziklából építek egy ilyen záró réteget, úgymond, hogy nekik ne legyen bajuk. És oda föléjük fogok, berakok egy ilyen... Ugye a víznek van egy folyása, a vizet tudod irányítani, igen, hogy merre folyjon, hogyha bizonyos helyekre lerakod. És ha beraksz egy zombit oda a falusiakhoz, úgyhogy még nem tudja bántani őket, akkor a falusiak folyamatosan meg lesznek ijedve, ezáltal folyton spawnoltatnak egy vasgólemet, ami belemegy a vízbe, a víz lesodorja, belemegy egy lávába, megdöglik és ott a vasad. Wow! És na, akkor ez egy 200 IQ. Ja, közvetlen utána pár perccel meg spawnol a következő. Tehát mondom én a másik szerveren, ami van nekem most ott vasfarmom, az ilyen óránként 4-6 stacknyi vasat letermel, és egy stackbe 64 vas. Leütöttem a fákján. Akkor így lehet farmolni a vasat. Így van. Tiszta jó. Ott lehet a hajó roncsot. És ja, rengeteg mindennel meg lehet ezt csinálni. Hát ez a répa, búza, meg társai, ezeket lehet a falusiakkal, hogy bezárod őket egy ilyen üvegketrecbe, dobsz be nekik ilyet, beraksz egy másik falusit egy másik üvegketrecbe, és akkor ahogy ők egymásra megpróbálnak rédelni, te közben ellopod, és akkor úgymond ingyen termelik neked az alapanyagot. Na, amúgy tetszik a helyzet. Úgyhogy most én nyomom mindjárt izét, mindjárt megyek haza. Üveglapta egy blokk legyen amúgy. Masi? Na, amelyik neked jobban tetszik. Én is rá... Melyiket szoktad? És amelyiket barátnőm az esztétikai építő, én vagyok értem. A fan készítő. Esztétikai építő. Somebody! Én ezt a... Csak megnézzük. Tessék, Michael? Igen, Minecraft. Pa-p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 a. Azaz, tedd oda! Pattog a zene! Szóljatok ám, hogy a sötét van és mennem kéne. Igen, nem tudom. Sötétedik. Oké, okay, akkor megyek. És ma haza is megyek szerint... Haza is megyek szerintem, mert itt... Hát, oda néz itt, meg elhagytam a nagy vasakat. Jézusom!
Na, én alszok. Oké, mindjárt ott vagyok. Egy 10 perc. Nem? Sietek. Haza kell vinnem ágyamat is, nem csak úgy van, nem? Pererepe, pepe. Otthon van három ágy, úgyhogy... Hol, otthon? Nyugodt. Aha, a házban van három. Ja, jó van, akkor itt hagyom. Jézusom, valami fölrobban. Mi volt ez? Mi volt ez a robbanás? Wow, what's a night? What a man, a baby? Wow, what's a night? Jézusom! Mi a fasz? Nikolé, tudsz oda nézni? Jézusom, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 200 sírt, Nikolettus, mi a mám veled? Is! Atya úristen, köszi, köszi! Holi, mi mindig nem csináltad ide nekem lépcsőt? Milyen tempóba kell kimenni a bányából? Masit akartam mondani. Ilyen tempóba kell kimenni a bányából? Hát, hát szakad első, te! Mi történik itt? Te! Menjél haza! Hát te! Hát te! Na, hoztam haza 54 vasat. Wow. Tű, Holi, oda néz, hogy vár engem ott. Masi, hol vagy? Majd kéne feküdnöd amúgy. Ó, hát én a világ végén vagyok, úgyhogy... Eljöttem, találtam neked kincses térképet. Az igen jó. Te mit ugrálsz rajtam? Semmit, semmit. Megnéztem, hogy alszol-e, érted? Gondoltam, kicsit kettesben. Rád várunk ám még mindig. Ugyan hagyd már. Pa-pa-ra, wa-da-wa-da, baby, oh. Pa-pa-pa-pa-ra-ra-pa, pa-pa-pa-pa-ra-ra-pa. Aludjál gyorsan, engem mindjárt megbasz valami. Én aludjak. Mi? Igen. Miért te fekszel? Hát nem fetol. Igen. Nem tudok lefeküdni. Na, megvan. Hú. Oh. Oké. Okay. Ah, tehát, hogy ezért. Meghaltál? Igen, ezért nem kő annyit várni este, hanem csak bebaszódni az ágyba gyors. Hát de te, azt hittem, hogy te izé, hogy te jössz erre felé. Nem, hát mondtam, hogy én a világ végén vagyok. Hát én nem, én azért hoztam el magamnak ágyat, meg minden, én eljöttem fölfedezni egy kicsit, de majd mindjárt megyek haza. Csak ilyenkor este ne várjál, mert minél tovább vársz, annál estébb van, annál több ellenséges mob spónol le. Oké. Beraktam 54 vasat a kemencébe, csak mondom. Produktív munkanapot zártam. Mr. Vízbe fulladt zombi, azt a Nautilust eldobni. Úgy, köszönöm. Jó, disznóhúst azt viszünk le magunkkal, ha bár nem is kell. És... Csákányt kell csinálnom. Csákányt! Forever young, everybody forever young. Do you really want to live forever, forever, forever young? Én értjük. nem baszkárdot, nem baszkárdot akarok csinálni, bastardo. Ezért, vas csákányt. Jézusom! Atya úristen, Holi még itt átrendezi a berendezést állandóan. Ő az esztétikai építőnk. Oda nézd, milyen üvegek vannak bent, hát most nézem, te jó isten! Hát rendes üveges házunk van beszarol. A baszlak csak szépülést. Szépülépül. Kell csinálnom magamnak gyertyát! Hogy fákját, mi a fasz ez?
Fala izé? Ez az, nem? Ez az. Mi kell a gyertyához? Rúd? Rúda? Nem, mi a fasz? Szén? Ami fákja. Ja, az. Fákja. Srácok, bekapassátok a faszomat! Mindenkit bánt a éneklésem, érted? Én itten szívből adom itt a éneklést, és mindenki leszól. Nem mindenki. Van, aki meg sem már szólom. Hát te meg itt vagy, Nikolettus. Hát egy ideje. Hát kösz, hogy észrevetted amúgy. Semmi gond. Ennyi nő mellett már megzavarodtam. Mi? Mi kell még? Egyel több vagy kevesebb, tud, nem számít. Hát ennyi. Kibaszott bot. Most raktam el a botomat. Elraktad a botodat? Szedd elő. Előszedem, mert wow. Kell nekem. Wow. Na, kell nekünk egy 36 fákja. És akkor ezt meg ide bebaszom. És ahogy Petya kimondta, hogy zé, fáj a füle, és vége lett a zenének, érted? Csóri. És elindult a zene, meg hölgyeim és uraim, folytassuk! Hú. Örülök, hogy a fejhallgató letiltja az erősebb hangokat. Itt sül a vas a kemencébe, jó napot! Na, én megyek bányászni tovább, lányok. Vagy csináljuk valami más feladatot, nyugodtan osszatok ki valamit. Rám. Holly becsukta utána a ajtót gyönyörűen. Senki nem mond semmi feladatot nekem, hát akkor megyek tovább a bányámba. Helyes. Várj, mennyi ízét csináltam magamnak? One, two. Elég lesz. Ba ba ba. Ba ba ba. What are the... What is love is in the hurt me? Hurt me. Don't hurt me. To me. Hello? Érdekes. Érdekes a zeneszöveg. To me. Pa-pa-ra-pa-ra.